A vízilabda egyelőre csak utánpótlás szinten van jelen a székesfehérvári sportéletben, de éppen a gyerekek számára jelenthet extra motivációt, ha látják a világ egyik legjobb csapatát, a magyar válogatottat, márpedig november 3-án a világligában az olaszok ellen láthatják. A városban egyébként a sportot szerető emberek nagy kíváncsisággal várják ezeket a sporteseményeket is. A vízilabda ebből természetesen pedig kiemelkedik, hiszen egy olyan csapat sportágról van szó, amiben nyugodtan mondhatjuk, hogy nélkülünk a sportág sem elképzelhető. A felnőtt férfi vízilabda válogatott vagy annak közvetlen utánpótlását vendégül látni, az azt gondolom, hogy nagy rang és megtiszteltetés. Az átalakuló félben lévő magyar válogatott előtt a juniorok is vízbe szállnak, és szintén az olaszokkal mérkőznek meg. A gárda olimpiai bajnok edzője szerint nagyon fontos a fiataloknak, hogy szokják a terhelést és a nyomást, hiszen a magyar pólósnak mindig óriási elvárásokkal kell szembesülnie. Szerintem a stressztűrő képességet is ugyanúgy lehet edzeni, mint bármi más. Tehát ezek az ilyen mérkőzések, ahol igenis nagy közönség van, nagy nyomás van a gyerekeken, ez egy nagyon jó próbálja annak, hogy hogyan lehet valakit. Tehát hogy ennek is egy felkészülés. Tehát az, hogy tényleg ilyen meccseket játszom, ez így szokik hozzá az ember ahhoz, hogy EB döntő, ilyen döntő, olyan döntő, négybejutásért, élethalál mérkőzések, ez erről szól. Az, hogy Székesfehérváros szállhat vízbe a magyar vízilabda válogatott, elismerés a városnak, hiszen járt már itt a csapat idén, és akkor mindennel elégedettek voltak a szövetség képviselői a januári Volvo kupán. Szenzációs házigazda volt Székesfehérvár, a Volvo kupa nagyon jól megrendezett torna volt. Azt gondolom, hogy a november 3-ai magyar-olasz hasonló szinten kerül majd megrendezésre. A Magyarország-Olaszország világliga mérkőzés november 3-án szombaton rendezik a székesfehérvári uszodában.